Kassák Lajos, advent. Advent van, s átjárja lelkem a szeretet és az emlékezés. Rájövök ismét, tán ez egyszer, hogy szépen élni gyakran túl kevés. Szeretni szóban és tettekben, hinni, remélni szüntelen. Táplálni kell mosollyal és öleléssel, hogy emléket hibátlan legyen. Most visszarepülök gondolatban gyermeki önmagamba újra. Látom, amint Jancsi kályha mellett anyám fagyos lábujjamat gyúrja. Hásva teát tölt poharamba, idd meg, nem fogsz fázni majd. Átmelegedett a testem valóban, s én azt hittem, a tea tette azt. Szeretettel köszöntök mindenkit, advent második, úgy is fogalmazhatnék, hogy a gyermekek vasárnapján. Bizony példát vehetünk a gyermekekről, akik egészen magával ragadó örömmel és izgatottsággal várnak a Mikulásra, a karácsony misztériumára, vagy akár arra, hogy a téli szünetben együtt szánkózhassanak egy nagyot. Mennyi csodás kívánság fogalmazódik meg ilyenkor, hány és hány levél születik a várva várt játékért, ajándékokért. Szülőként mondhatnám, hogy számomra már teljesen más jelentéssel bír a december. Mégis úgy hiszem, hogy az ő csodákban feltétlen bízó, a rácsodálkozástól ragyogó arcuk az, ami megmelengeti a felnőtt szíveket, és a hétköznapi gondok felhőforgatagába derűssé teszi a lelkünket. Úgy gondolom, aki kisgyermeket nevel, fejlődésükön munkálkodik, ebben az időszakban gyakran átélheti a várakozás örömét, amit az apró gyermek szívek rejtenek és mesélnek, nap mint nap az óvónéniknek, dajkanéniknek. Reméljük, hogy az elkövetkezendő percekben a mi szívünkbe is belopózzik ez a gondtalan derű. Megkérem Vigmáriát, a kurcaparti óvoda vezetőjét és az óvodásokat, hogy a második gyertyagyújtásnál varázsolják a szívünkbe a gyermeki vidámságot. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, kedves jelenlévők! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta hívó szavunkat, és megjelent itt az adventi koszorunk mellett a második adventi gyertyagyújtásra. Külön köszöntöm óvodánk Szivárvány és Eszter Lánc csoportját, akik kis műsorral fognak ma nekünk kedveskedni, és az őket felkészítő pedagógusokat, dajkanéniket. Nagy várakozással és szorgos munkával telnek a hétköznapok az óvodánkban. Az adventi időszakban bennünket is megérint, és bennünk is felidéződik gyermekkorunk kedves emléksora. A mézes kalács illatú konyhai sürgésforgás, vagy a nagy fazékban rotyogó töltött káposzta, esetleg a nagy takarítás, melyel a lakást is megtisztítottuk annak idején, a kis Jézus születésére készülődve. Vagy a nagymama dobozából előkerülő kicsiny díszek, gyertyák, harangok, az angyalkák emléke. Édesapám az ünnepi családi asztalnál felvágta az az évben termő legszebb, legpirosabb almát. Annyi darabra szelte, ahányan az asztal körül ültünk, és mi jó ízűen elfogyasztottuk azt. Csak később tudatosult bennem a szokás hatalma, hogy ezzel jelképezte a család egységét, az együvé tartozásunkat, hogy mindig visszataláljunk oda, ahonnan elindultunk. A legkisebbeknek, óvodásainknak igyekszünk mi is megmutatni az adventi készülődés során, hogyan tudunk ráhangolódni az ünnepre, hogy mit jelentenek a hagyományaink, a családi szokások, a kötődés tágabb környezetünkhöz, az óvodánkhoz, a településünkhöz, hogy milyen jó érzés ajándékot kapni, de legalább annyira jó érzés adni is. Dekorációkat, kis ajándékokat készítünk, amivel ők is meglephetik társaikat, szeretteiket. Kézműveskedünk, ünnepi hangulatot varázsolunk zenével, bábjátékkal, sok-sok mesével. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk ezek kiválasztására, hiszen Szegváron hosszú évek óta őrzik a hagyományokat a néptáncban, a népdalban, a mesék szeretetében. A szépen megterített asztal, a gyertyák, a szalvéták és a kis csengettyű teszi ünnepivé ezt a hangulatot. A karácsony egymáshoz vezet bennünket. Nem csak egy ünnep, hanem egy érzés. Szépségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig nem más, mint maga a szeretet. A karácsony nem csak a keresztény emberek számára fontos ünnep, hanem az egész világon mindenhol örömnap.
Eredeti üzenete valamiért az évek során kicsit elveszett, kicsit megkopott, elhalványulni látszik. Fényét azzal tudjuk erősíteni, ha a karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt elhelyezzük szívünk szétáradó szeretetét is. Ezt az ünnepet az emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti meg a hétköznapoktól. Egymásra mosolygunk, megöleljük egymást, örülünk annak, hogy együtt lehetünk. Meggyújtjuk a gyertyákat, és emlékezünk azokra is, akik már nem ünnepelnek velünk. Esetleg bekuckózunk egy jó könyvvel, aminek olvasására már régen vártunk, vagy tovább alszunk reggelente, hiszen másnap nem kell munkába sietnünk. Játszunk gyerekeinkkel, beszélgetünk családtagjainkkal. Mind-mind csupa olyan dolog, ami nem tűnik különlegesnek, de a hétköznapok rohanó tempója mellett nem, vagy csak nagyon nehezen kivitelezhető. Jelentősége az ünnepi hangulatban, az erőt, új lendületet adó feltöltődésben rejlik. Hogy együtt lehetünk a családdal, hogy biztonságban érezzük magunkat, hogy kis időre elfeledkezhetünk a gondjainkról. Hiszen mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Fogadják szeretettel a Szivárvány és Eszter Lánc csoportok adventi ünnepi műsorán. Ha pásztor lennél, vagy bős, 2000 évvel ezelőtt élnél, vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél, vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél. Ha pásztor lennél, vagy bős, követnéd-e azt a csillagot, vagy mondjuk hinnél annak az angyalnak, akit meglátogatott. Mondd csak hinnél annak az angyalnak, aki meglátogatott.
Midőn a szűzbe tojázza gyermekét, gyermekét, örömében így kezdi el énekét, énekét. Ó, én szerelmes magzatom, búj, 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 aludj szívemnek öröme, csúj, 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 csúj. Nem alhatok édesanyám, jaj, 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 mert érkezett a szívemre baj, 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 baj. Mi bajod hát, ó gyönyörű Jézusom, Jézusom, mondd meg nékem te anyádra, Krisztusom, Krisztusom. Látod anyám az egeket, elhagytam, elhagytam, és egy rongyos is tálóba szállottam, szállottam. Betlehem kisvárosában elhagyatott is tálóban született a kis Jézuska, mindnyájunknak megváltója valóban. Nem királyi fényes lakban, hideg szalmán a jászolban fekszik a gyermek Jézuska, melengeti édesanyja Mária. Siessetek, jó pásztorok, a megváltót meglátjátok, ajándékot is vigyetek, de legyen tiszta szívetek, az elég. Rózsa, gyenge rózsa, nem jártam még iskolába, mégis tudom ezt a verset, kis Jézus szalma született. A reményt, ami eltölt bennünket. Reméljük, hogy a csendes ünnepi készülődés során több alkalmunk lesz majd együtt lenni, süteményt sütni, teát kortyolgatni, dekorálni, mesélni a gyerekeknek, ünnepi hangulatot varázsolni, nem csak az otthonainkba, de a szívünkbe is. A remény ad erőt, hogy előre nézzünk, terveket szőjünk, és egy kicsit optimistábban várjuk az elkövetkezendőket. A remény ösztönöz, hogy higgyünk a jóban, és egy kicsit magunkba nézve felfedezzük elveszettnek hitt tulajdonságainkat, a türelmet, a jóságot, a segítő szándékot és az együttérzést. És hogy mit is kívánunk karácsonyra? A költő szavaival tolmácsolom. Karácsonynak ünnepére szívből azt kívánom, legyen neked ez a pár nap varázslatos álom. Ragyogja be gyertyafénye tündöklő arcodat, tedd félre szent ünnepre bajodat, gondodat. Kapj az ajándékok mellé sok-sok szeretetet. Töltse el a szíved, lelked, egész életedet. Tárd ki karod, öleld bátran az egész világot. Úgy csodáld a karácsonyfát, mint egy szép virágot. Aztán az esztendő végén, ó év búcsúzóra, engedd el a rosszat, bántót, figyelj csak a jóra. Fogad magadba a derűt, áldott örömöket, jövőre lelszabad legyen, békesség, szeretet. Ezekkel a gondolatokkal gyújtom meg advent második gyertyáját. A remény az óvodás gyermekeknek mást is jelent ezen a hétvégén, hiszen mindannyian nagyon várják már egy nagy szakállú,
piros ruhás ember megjelenését. Kire gondolok, gyerekek? Bizony a télapóra. Hallgassatok meg, hallgassanak meg egy történetet, amit a télapóról fogok elmesélni. Már a címe is árulkodó. És a télapónak ki ad ajándékot? A jó gyerekek! Kapusi bácsi, Kapusi bácsi! Már csak egyet alszunk, és itt a télapó! Rontott be lelkesen a kisház ajtaján Boglárka. Szervusz, kislány! Köszöntötte az öreg ember elnézően mosolyogva Boglárka szeleburdiságán. Gyere ide, mesélj, te mit kértél a télapótól? Boglárka fürgén oda szaladt az öreg kapusihoz, és kényelmesen az ölébe fészkelte magát. Hát nagyon jó voltam az idén, mondta, és az ujjain számolni kezdett. Jól tanultam, jól viselkedtem, sokat segítettem anyunak, apunak is, mindig szót fogadtam. Na itt megakad egy kicsit a felsorolásban, vagyis hát majdnem mindig. De azért igazán jó voltam, és biztosan megkapom, amit szeretnék. Na és mit szeretnél? Hát egy csodás babát. Szőke haja van, kék szeme, és meglátod majd, nagyon megszereted majd, te is biztos. És arra gondoltál már, hogy a télapónak vajon kiadhat ajándékot? Kérdezte váratlanul Kapusi bácsi. A télapónak? Kérdezte Boglárka, de hát neki nem kell ajándék, hiszen tele van a puttonya mindenfélével. Hát azt vesz ki belőle, amit csak akar. Na, azért ez nem így van, Boglárka. A télapó egész évben gyűjti a sok ajándékot a gyerekeknek, tömi tele a puttonyát. A végén aztán semmi nem marad neki, hiszen nem magáért gyűjtöget, hanem a gyerekek örömére. Te szeretsz ajándékot kapni, Boglárka? Jaj, nagyon szeretek! Na látod, szegény télapó is biztosan örülne, ha valaki gondolna rá. De hát, ki ad a télapónak ajándékot? Ismételte meg a kérdést Kapusi bácsi, és mosolygó szemmel várakozva nézett a kislányra, aki láthatóan elgondolkodott. Szegény télapó, mondta kisvártatva Boglárka, tényleg nagyon rossz lehet neki. Gondol csak el, mondta az öreg. Milyen magányos lehet egész évben. Még a gyerekek se gondolnak rá csak ilyenkor, amikor ajándékot várnak tőle. Aztán meg, ha megkapják, el is felejtik hamar, mintha ott se járt volna. Boglárka gyorsan elköszönt és futott haza, ahogy csak a lába bírja. Otthon egy rajzlapot vett maga elé, és a télapó otthonát a fehéren szikrázó havas tájat festette meg. A kép közepén ott pompázott rénszarvasok húzta szánja, rajta a vidáman integető, piros ruhás télapóval. Mikor elkészült, óvatosan belegöngyölte a képet a csizmájába, és a csillogóra tisztított lábbelit a házablakába tette. Bevackolta magát a kanapé sarkába, és várt sokáig. Várta, hogy megérkezzen a télapó. De álommanó hamarabb odaért. Pihentető álomport szórt a kicsi szemekre. Másnap reggel Boglárka izgatottan szaladt az ablakhoz. A csizmácskában egy szép csomagocska és egy baba várta, de a szép rajznak bizony nyoma veszett. Így történt, hogy akkor először bizony a Mikulás is kapott ajándékot, egy szép téli tájrajzát, középen a vidáman integető télapóval. Ho-ho-ho, mondta, hosszú ideje, ez a legszebb telet, kedves télapó. Ez suttogta maga elé, és a meghatottság könycseppei lassan legördültek évgyűrűktől barázdált öreg arcocskáján. Remélem, hamarosan nálatok is kopogtat majd. Ne felejtsétek el megtisztítani és kikészíteni a kis csizmákat az ablakba. És mit is kívánhatnánk ezek után magunknak a következő évre? Természetesen mindenkinek jó egészséget, boldogságot, békességet, anyagi biztonságot és ha lehet egy kis szerencsét. A költő így fogalmaz. Hidd a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De mi a legfontosabb? Higgy önmagadban, mert odabent a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai. A Kurcaparti óvoda valamennyi dolgozója és óvodás gyermeke nevében
Mindenkinek kellemes adventi készülődést, örömteli karácsonyi ünnepeket kívánok. Köszönjük szépen Marikának és a Kurcaparti Óvoda Szivárvány és Eszter Lánc csoportjának, valamint a felkészítő nevelőknek ezt a szívet melengető ünnepi műsort. Fontos, hogy a sok örömteli tervezés, várakozás mellett ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek ez az időszak nem gondtalan. Azokról a gyerekekről, akik nehéz körülmények között élnek, és akiknek egy kis játék, tanszer, adomány egyet jelenthet a karácsony csodájával. Aki megteheti és szeretné, keresse a lehetőséget, és adományával segítsen, akár a Szegvárlak Egyesület szervezésében, civil szervezetek összefogásával létrehozott szegvári találkozások alkalmával, illetve a Máltai Szeretetszolgálaton, a Református Szeretetszolgálaton keresztül, vagy bármi egyéb módon. Hiszen ne feledjük, adni legalább akkora öröm, mint kapni. És ezt mindenkinél jobban tudja a Mikulás. Kedves gyerekek, örömhírem van számotokra. Úgy hallottam, hogy most ide hozzátok is eljött a Mikulás. Hívjuk, köszöntsük őt énekkel. Sziasztok! Szia Mikulás bácsi! Nem kell szólítok, hogy nekem csak. Nagyon ügyesen énekeltetek. Nagyon szép műsort adtatok. Hoztam a Nem hallom, hanem rossz a fülem, hangosan van. Jaj, ezt már hallom, nagyon ügyesek vagytok. Hallom, hogy minden étkezés előtt megmossátok a kezeteket. Ez nagyon fontos dolog. Továbbra is ilyen ügyesek legyetek, és a fogmosás sem maradjon el. Jó? Amikor törődtem fel, nekem megmostam a kezem. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm, hogy ilyen szépen fogadtatok. Nagyon szeretek Szegvárra jönni, mert itt mindig nagyon ügyesek a gyerekek. Igen. Igen. Szép a szakáll. Köszönöm szépen. Nagyon sokat foglalkozom vele, hogy ilyen szép magam. Szervusztok, gyerekek. Szia Mikulás! Várunk az óvodába. Nagyon jó hozzánk az óvodába is. Thank you.
kampuszon hova tudok? Lassan azon gondolkodom, hogy valami is kötött a lábára, és nagyon jó szalad. Csónak, hogy nagyon szépen köszönjük a Mikulásnak, hogy a sok munkája mellett ide hozzánk is benézett, és jó utat kívánunk neki. Aztán szeretettel várunk mindenkit ide a sátor alá, hiszen ezen a héten az ovisaink szüleinek és nagyszüleinek szeretnénk köszönetet mondani, hogy időt, energiát és szeretetet szántak arra, hogy most megvendégelhessenek minket. Megköszönöm figyelmüket, további jó szórakozást, jó beszélgetéseket, és mindenek előtt jó egészséget kívánok, és találkozzunk itt jövő vasárnap is. Viszontlátásra! Köszönjük, viszont kívánjuk!